tanévzáró ünnepség keretében elsőként Vámos Zoltán alpolgármester mondott beszédet, aki egyebek között az ősztől bevezetésre kerülő Klebsberg közoktatási rendszerről osztotta meg gondolatait. Az új rendszer egyik fontos részeként a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek. Vámos Zoltán köszönetet mondott a pedagógusoknak, akiknek a segítségével a diákok nagyon sok új ismeretet tettek szert, továbbá kiemelte a szülői munkaközösség példás hozzáállását és segítségét. Városunk alpolgármestere gratulált a diákok eredményes munkájához, akiknek Bill Gates egyik humoros, de tanulságos idézetével köszönt kellemes vakációt. Gál János, az iskola igazgatója, beszédét statisztikai adatokkal kezdte. Az oktatási intézmény vezetője elmondta, hogy a hátrahagyott tanév utolsó hónapjának adatai szerint 46 osztályban összesen 926 tanuló járt az iskolába. A diákok közül 125 volt az első osztályosok száma, míg összesen 113 tanuló ballagott el az intézményből. A kitűnő tanulók száma 137, ugyanakkor 64 diáknak javítóvizsgára kell majd készülnie. Az oktatási intézmény tanulmánya átlaga 3,7 volt a 2012-2013-as tanévben. Gál János véleménye szerint ez az eredmény jónak tekinthető. Az igazgató beszédét követően a hagyományoknak megfelelően könyvjutalmat, illetve oklevelet vehettek át a kitűnő tanulók, valamint a tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákok. A díjazott tanulók névsorát a www.mezőkövess.hu oldalon olvashatják. Az általános iskola vezetője röviden értékelte a hátrahagyott tanévet, és felhívta a figyelmet arra, hogy ősztől meg fog változni a közoktatási rendszer. Gál János végezetül köszönetet mondott a város vezetőjének a támogatásáért, a pedagógusoknak az áldozatos munkájukért, továbbá a diákok szorgalmáért. Az iskola igazgatója a beszéd végén hivatalosan is lezárta a tanévet, és mindenkinek kellemes, valamint szép élményekben gazdag vakációt kívánt. Az évzáró ünnepséget Panyi Zoltán vezetésével a Zeneiskola részfúvós kamara együttesének színvonalas műsora zárta.